Szasztos kazak, üdvözlünk mindenkinek a Dark Souls 2-nél, és azon belül a Crown of the Sunken King DLC-n, azt hiszem az a legelső DLC. Megvettem a Season Pass-tóval, készen állunk a DLC-hez, de előtte szerintem még... Nem is tudom. Nem is így szeretnék lenni, hanem igen, a lelkeimet szeretném megnézni. Most van nekem egyenesen három lelkem. Neki a lelke a Throne Defendernek, Throne Watchernek és Shandra Shandranek. De Shandra was born of the dark with a... with an insatiable, nem tudom, hogy kell last of strength. Oké. Rendben. Nem tudom, hogy ezeket a lelkeket el akarom használni, nagy valószínűséggel igen. Jézusom, milyen kevés human effigy van, nem tudom, hogy hol lehet vásárolni. Na mindegy, lehet, hogy ezeket fel lehet valamire használni. Én nagy valószínűséggel nem szeretném. Szóval... ja. Szépen csak nem csináljunk belőle szintlépéshez elegendő dolgokat. Gondolom, de Shandra lelke, mivel ő volt a főboss, legalább egy 50 000 lelket adni fog. 30 000, nem szóltam semmit. És ebből most kihozunk pár szintlépést? Bearer of the curse until... Franco, level up. Természetesen még nem vagyok New Game Plus-ban, szóval nem kell félni. És ez már valóban nem fog több agility-t nyomni, szóval... azt hiszem békén is hagyjuk most, mert... Equiplódon elég lesz szerintem, szóval legyen mondjuk ebbe kettő, hogy egy kerek 40-es legyen. És a többit utána az életbe, és mind a kettő 40 lesz, game. És majdnem le tudtam nullázni az életemet, majd a lelkeimet teljesen. Hogyha valami az majd kelleni fog a lelkem, akkor beszoptam a faszt. És azt hiszem a DLC-kkel, miatt még valóban elkezdenünk a DLC-t, jelenni fognak meg új dolgok itt a háznak a pincéjében, legalábbis valami ilyesmit hallottam. Még annul. Szóval nézzünk csak körben szépen itt. Jézusom, mi volt az a hang? Ja, malaszok kint, értem, értem. Ó. Oh. Jó, gondolom, azok a Primal Bonfire-jeim. Vagy ez igaz ez a plecska? Hát ez a láda, mert nekem totál nyitva van, szóval lehet, hogy ez csak egy ideiglenes időszak volt. Nem is tudom, tudtam az egyik kézénél, legelső DLC megjelenésnél valami ilyesmi dolog volt. Most, hogy ég az összes tűz, mert mondom, amit vajon? Ah, yes. There is something I wanted to tell you. I was born in the land of Mira. Mira is also the home of an infamous killer, a knight in name alone. He was locked in the dungeon for multiple murders, but shortly before his execution, he managed to escape. Okay. And the other day, I saw a fellow with a striking likeness, and then... Wait. Well, I think he looked rather similar. No, it's true. I saw just such a man, I swear. I believe his name was... Cray something. I believe. They shared some resemblance, I think. Okay. Even more flames have appeared. Vettem észre, haver. I don't know what causes it. Ez már csak ismétli magát. It seems that it makes me Wait. What? Who are you again? Okay, te kezdesz megmondani. Hát Luca Teal is Mirából származik, azt hiszem. És emlékszek egy ilyen vörös fantomra, aki szintén Mirából volt, szóval gondolom, már végeztünk az a híres gyilkossal, akiről beszélt. És azt hiszem a Sunken King DLC, most már tényleg térünk ki a DLC-re, és ezt húztam az időt. Ha minden igaz, akkor nem akarunk azt per pillanat. Azt hiszem innen a Black Gulch-ból fog... Hol van a Black Gulch? Itt van. Itt a Primal Bonfire mögött. Már nem emlékszem, rég volt, mikor legutoljára itt jártunk. De akkor emlékszem, hogy tettem megjegyzést, szóval nagy valószínűséggel ezért is. Majd mindjárt kiderül. Au, de egyszerűen nem jel... Kérem, kegyelem. Csak
hol van az az ajtó, ahol nekünk át kell mennünk. Á, ott van. Alig vettem észre a kicsikét. Gondolom a Primal Bonfire-hoz nem lehet lepihenni, mert akkor visszaküld minket, visszaküldene minket, hogy is hívják, van Majulában. És most már valóban kezdetét is veheti a harc. Azt hiszem ez az a DLC, a Sunken King. Mellesleg kaptam kulcsokat, gondolom. Egyet pöcs játék, légy szíves. Dragon Talon. Igen, Black Gulch-t le is írjam. Király. Szóval igazából az item leírásból meg lehet tudni, hogy hova kell mennünk. És eddig is hírjadott ki ez a hely. Light Torch, nem hiszem, hogy nagyon meg szeretném gyújtani a torchomat. Itt meg csak nem... Bloodstain? Hát tudod meg mi történt? The fuck, haver? Ez elég különös volt. Hidden path ahead seems legit. Vagy hát itt hátul tudok valamit csinálni? Miért is tartanak valamit ebbe a teremben, nem igaz? Remélhetőleg majd kapunk egy bonfire-t, mert nem, nincsen kedvem ezt tudsz használni, vagy live gem-eket. És most már végre valóban ki tudom nyitni. Emlékszem, hogy mikor még nem volt meg a DLC, akkor ez a hely teljesen máshogy nézett ki. Vagy hogy összekeverem a Old Iron King boss fight-nál lévővel. Nem tudom. Mellesleg egy kicsit meg vagyok fázva, szóval elnézést, hogyha tüsszentésekkel, meg orrfújásokkal meg zavarnám a videót, bár ezeket igyekszem kivágni általában. Ezt meg azt hittem, hogy ezt tudom törni, de soha nem is használom ezt a shield burst. Lehet, hogy használni kéne, kicsit lassú, meg kiszolgáltatottnak érzem magam, de akkor is. De mi ez a hang? Hú, haver, elég fura pózban fut most az emberkénk. Eddig is ilyen pózban futott. Az egész pengén néz ki? Sulva! Sanctum City! Van egy csomó vérfoltnak üzenetek. Itt meg van egy élőnek tűnő sárkány. Hello! Ugye már mit szoktunk csinálni az ilyen sárkányokkal? Ez lehet, hogy nem vagy egy túl jól. Bocsánat! Nem akartak felhergálni. Én csak simán esek fejjel kapadni. Hát dárda volt a hátában? Vagy mi a fene az? Valami hosszú dildó volt a hátában. Szóval olyan fura pózban fut a karakterünk. De nem tudom mire vélni a dolgot. Lehet, hogy azért, mert ezt csináltam. Az ott egy kicsit furán tartja a kezét. Meg azt a fattyú kardot is. És valóban itt egy bonfire. A lényeg az. És erre is van egy út. A DLC-ket nem ismerem. Pont, hogy az alapjátékot sem ismertem. De ez nem tetszik nekem túlságosan eddig. Túl csendes minden. Itt meg nagy valószínűséggel a halálomat lelném, még a macska gyűrűvel is. Szóval, ja, úgy fest, hogy ez vagy egy később megnyitható út lesz, vagy egy shortcut, nem is tudom, valami a kettő közül. Vagy igazából semmi, ott meg látok egy itemet, ha ti is látjátok? Meg ott is van egy item. Itt meg van valaki, meg ott is van egy item. Hello? Ez meg csak óvatosan ötöd nagy az ütnek. De azt is tegyük hozzá, hogy én is nagy ötödök. Egész magas szint vagyok, lehet, hogy már... Vagy ez nem is egy item volt, hanem egy kristálygyík. Nem, az egy item. Csak olyan mászás hangot hallottam, aztán azt gondoltam, hogy valami... gyík lehetett, vagy nem is tudom. Try attack it. Ah! Mi a faszom, mert megijesztettél? Ez meg mit csinál? Hey! Ez Franco volt, Rip in Peace, az egyik leesett, azt hiszem.
De ezeknek van ezt tuszuk? Tök hiába tettem ezt az elképesztő bravúrt. És az a helyzet, hogy még poizuk is van. Ah, ezek az átkozott íjászok. De egy itt tényleg leesett, mert lelkeket nem kaptam, nem itt tudok ezeket. Rendben. Akkor intézzük el ezeket. Három ilyeszt, mi baj történet? Ó, most már kardja is van. Kibaszott fogyaték, hogy... Bármilyen gél van, csak nem kapok ilyen lelket, hogyha magukat tenni, hogy... Nem tudom. Sosan, de egy kis staminát vissza szeretnék nyerni. Au, egy színe haj meg már most. Az emberünk valóban életben maradt odán. Vedd el az ilyet! Ha mered. Nem sebzett neki túl sokat. Itt meg én most majdnem meghaltam. Ilyen ját... Erről beszéltem. Ilyen játékot inkább ne játszunk. Rendben, ez elég spooky volt. A hangom haver. Ott lent ezek meg ott járőröznek. Rendben, ezt próbáljuk meg még egyszer. Kíváncsi vagyok valamire, itt is van itt például. Ezek ilyen platformokat mozgatnak. És ez most hol mozgatott mit? Ó. Így már értem. Ott is van egy a távolban, nem tudom mit fog csinálni. Lehet, hogy inkább közelebbről kellett volna megcsinálnom. És akkor mondjuk látnám is, vagy nem tudom. De itt most szépen mász vissza, mert lehet, hogy van valami item ennek a tetején. Rendben, így totál kikészítettem egy ilyen NPC-nek a holt testét, és eléggé ijesztő lett. Ott még le tudok menni, hogyha nagyon szeretnék. Aztán utána lentről megint meg tudom ütni szerintem azt, szóval lehet, hogy meg is tesszük. Nem tudom. Hello! Gyere és küzdj meg! Itt egy férfi. Na, gyerünk, siessen már, haver, nincs nekem erre időm. Vagy így akarsz meghalni, Tony Punci? Ez a beszéd. Közben ezek mérgezők is okoznak, csak most veszem észre. Ez elég kellemetlen tud lenni. Sanctum Mace. Egy kis lore rajta vagy valami. Mondom, te vagy az... Szóval ez a buzogány mérges lett, mikor szín az alvó sárkány felébredt. Ezt meg ennél kínosabban nem is tudtam volna lefordítani. De remélhetőleg megbocsátjátok nekem. Itt is van lent egy ilyen dolog. Elég kaksi egy város lehetett ez, hogyha mindenki így közlekedett. Nem is tűnt túl biztonságosnak. Longbow plusz 7. A faszért felejtettem fel a saját longbow-omat, hogyha most így kapok csak egy plusz 7-est egyszer csak. Rip in peace. És nyugodtan te is rippelhetsz egyen. Poison moss, az jó mérgezés ellen. Milyen jó, hogy maguknál hordják azokat a dolgokat, amikkel pont az ő támadásokat lehet kivédeni. Ez egy igazán okos húzás. Á, igen. Itt gondolkodtam, hogy leugrok-e vagy sem. 69 lábizsemmel és ezt elrontottam, most már csak 68-ban. Aztán meg kezdem érezni, hogy lassan érik már egy orrfújás. Jumping ahead in short visions of below. Nem tudom, mire célzol, baby. Mindegy, itt közben csúnya hangokat hallok. És azt hittem, hogy ott bent vörös fantomok vannak, akiket igazából a sötét fantomoknak hívnak, de... Ez nem így volt.